Ennek a papírnak, a nevünk előtt lévő doktornak szerintem elég nagy jelentősége van. Komolyan veszik szerintem azt az embert, aki ezt a papírt megszerzi. Ha most nézzük, a jogi tanulmányok szokásos előpróbáin indul, a pandémia okozta tanulási, társas érkezésbeli problémákkal és a személyes megbetegedéseinkkel is nehezített pályát teljesítettek. Köszönöm kitartásokat, köszönöm családjaik támogatását, és köszönöm oktatói munkatársai, intézményi partnereim közreműködését abban, hogy a győri jogi kar és jogászképzés képes volt megfelelni ezeknek az újszerű kihívásoknak. A győri tanulmányokra visszagondolva két egyszerűen megfogalmazható kérdés mentén tudják értékelni ezeket az éveket. Jól éreztek ki magukat a jogi karon, illetve a diplomájuk a munkaerőpiacon értékes lesz. Bízom benne, hogy jó szakmai és emberi partnerek voltunk életetlen lesz szabad az éveiknek. A diplomásaink egyik sikerei alapján pedig biztos vagyok benne, hogy diplomájuk és a mögött álló megszerzett tudás és készségek megfelelő belépőt biztosítanak a különféle hivatásrendeknek való helytállásokhoz, egy sikeres karrierpálya megkezdésére. Én ugye 5 évet tanultam, és 1,5 év volt még az államvizsga időszak, tehát én nekem 5,5 éves volt, hát nehéz megszerezni. Azt mondom, hogy nem is talán az 5 év, amíg ugye végig tanultam vizsgáról vizsgára, az az időszak volt nehéz, hanem inkább az államvizsga időszak. Azért az megterhelő, mentálisan tényleg próbára teszi az embert. Mennyi súlyát érzed ennek a papírnak? Ad neked való segítséget az elhelyezkedésben a jövőben? Vagy csak valami, amit ki kellett tippálni, hogy vagy vele? Ennek a papírnak, a nevünk előtt lévő doktornak szerintem elég nagy jelentősége van. Tényleg ez elég egy presztízs kérdés, ez komolyan veszik szerintem azt az embert, aki ezt a papírt megszerzi, ezt a végzettséget. Biztos vagyok benne, hogy a munkaerőpiacon ez egy nagy előnyt jelent, egy nagy lehetőség, és én próbálok majd élni vele. Azt látod már, hogy merre fogsz menni? Azért nálam még eléggé nyitva van, tehát engem több terület érdekel, még nem tudom pontosan. Most elsősorban a közigazgatásra fogok elhelyezkedni. Hála Isten már meg is van a helyem, ahol kezdeni fogok. Engem nagyon érdekel a diplomácia. Én nagyon sokáig versenyszerűen sportoltam. Éppen emiatt engem a sportdiplomácia nagyon érdekel.